A katolikus templom felújításra váró több mint 150 éves különleges hangszerét ébresztette fel Csipke Rózsika álmából Fassang László. Az Orgona Művész az Öt Templom Fesztiválon adott egyedi koncertet, előadása a jubiláló rendezvény egyik üdítő színfoltja volt szombaton. Bár az orgona nincs túl jó állapotban, a tehetséges zenész szerint mégis számos értékkel bír, melyek miatt érdemes rajta játszani, különösen akkor, ha az adott művész szeret improvizálni. Egy orgonista számára ez mindig egy teljesen új szituációt teremt, és ebben az értelemben nagyon fontos az improvizáció, hiszen ilyenkor lehetőség nyílik egy olyasfajta párbeszédre a hangszerrel, hogy előre nincsen eldöntve, hogy mit játszon az ember. Olyan zenei gondolatok jönnek majd létre, melyeket a hangszer is enged, illetve amelyeket a hangszer sugal. Ez pedig már a Knoblauch Klezmerben zsinagógában tartott hétfői koncertje. A német csapat múltból táplálkozó zenéje és fiatalos lendülete koronázta meg a 10. rendezvényt. A záró koncert a szervezőkben sok emléket felidézett az elmúlt évtizedből, így a kezdeti nehézségeket és az azóta elért sikereket. Amikor elindítottuk ezt a fesztivált, akkor ugye ez az utca egy elég romos állapotú, eléggé nem szívesen mutogatott része volt Győrnek, és nekünk itt kellett ezt a fesztivált megcsinálnunk, ez persze nem egy rossz kellett, mert hogy itt van ez az Öt Templom, de mi akkor is úgy gondoltuk, hogy ez egy európai szintű kuriózum, nem csak Győrben érdekes, nem csak Magyarországon érdekes, de azt gondoljuk, hogy egész Európában érdekes lesz majd, és közben nem csak a fesztivál nőtt és erősödött, de Újváros is egyre szebb lett, és egyre szebb és méltóbb környezetben fogadhatjuk a fesztivál vendégeit. A fesztivál után november 27-e és december 28-a között az Öt Templom Advent meghitt rendezvényei csábítanak a Kossuth utcába. Az azonban egyenlőre titok, hogy az ünnepi forgatagra milyen programokat állít össze Pál Kálmán és Borsa Kata.